Marauder puskának a pisztoly változatát is elkészítette a Crossman. Ugyanolyan forgótolózáros, táras, sűrített levegős vagy széndioxidos működtetés. Orosz szolgálati pisztoly, elkészült 45-ös gumis kivitelben is. Láthatóan nem mozog a csöve. Az Umarex egy újabb széndioxidos légpisztolyt mutatott be. Hát ez ilyen Glock és HS2000 vonásokat ötvöz. Acélgömblövedéke 4,5 mm-es. Működik a szánakasztó és gáz blowback-es. Ami még érdekes, hogyha megnyomjuk itt alul, kinyílik ez az ajtó, és itt tudjuk berakni a széndioxid patront, és itt pedig becsavarni. Ilyen dobozokban szállíthatnák a sportlövők a fegyvereiket, ha lenne sportlövészet. Ez is egy olcsó Plinker légpisztoly, szinte nincs mozgó alkatrész, teljesen spiáterből van. Megnyomjuk, ide megy be a széndioxid patron, megfordítjuk, ide pedig az acélgömblövedékek. Double action only, és a cső pedig előre jön, leold és úgy lő. Olasz dizájn az. A 9-es PA gumis lőszeres alfa, teljesen rozsdamentes acélból. Ilyenünk sem lehet. Oké. Autóba, ajtó mellé, otthon, övre. Ez van benne, van? Üres van. Egy újabb Airsoftból átalakított légpisztoly, 4,5-es acélgolyókkal működik. Széndioxid patronnal. A tokja műanyag. A szám viszont már fémből van, értelemszerűen spiáterből, és gáz blowback-es, tehát minden lövésnél szépen hátra csap. A spiáter kakasban acélbetét van. És revolver ez. Ellenben a biztosító működik. Veszed? A szánakasztó az nem, az kamu. Az egyben van öntve a tokra. Jelen pillanatban még lehet ilyenek. Tavalyi HKP-30 után egy újabb gázpisztoly, ennek meglepő módon acélszárnya van, vonzza a mágnes. 9-es pak, 7 fér bele, plusz egy a csőbe, és a festő szerkezetnek van biztonsági állása. Acélforgács, érted? Ezt a rekord a 15-9 típus, most már 10x22 traumatik gumilövedékes lőszeres kivitelben is gyártja. Román, orosz, kazasztáni és egyéb piacokra itt a lőszer. Ugyanúgy néz ki, mint a mi kis 9-es pak töltőnyünk, de ott a gumilövedékben van. Azért az érdekessége, hogy a cső acélbetétes, kisebb kaliberű, mint a lőszer, meg a gumigolyó, de semmilyen akasztó nincsen ebben. Új légpisztoly, széndioxidos, egy lövetű. Ez a korábbi Space Gun néven becézett légpuskájuknak a átépítése tulajdonképpen. János úgy csinál, mintha tudna számszer ijeszkodni. De nem tud. Melyik vége működik vajon? Ilyenünk nekünk egyelőre nem lehet. 45-ös gumis TT. Ejtőernyővel érkező vadászoknak. Simán hasba lövi 10 centil a csávot. Umarex új légpuskája. Szinte versenyszintű sütéssel, egy lövetű. Ez a nyitom, itt berakom a lövedéket, visszacsukom, és nagyon finom a sütése. Ugye 88 g-os széndioxid patronnal működik. Janni Gogolák, igen. A legkisebb kalasnyikot. Like the real one? Yes. Modeling after? We have a contract to make one, so... It's working. And what are we doing? Huh?
Azt mondja, egész jó. És nézd már, megint középen lőtte. A klasszikus csavarrugó helyett ebben a Remington feliratú Crossman légpuskában egy gázrugó van. Gázt sűrítünk össze, ez a Teuben gázrugónak egy sajátos felfogása. Ezáltal sokkal nyugodtabban viselkedik, nem rezonál annyira, és a hangja is teljesen más, megmutatom. Ez egy bőven 7,5 zsúl fölötti légpuska egyébként. Elég sima felhúzni, de erő kell hozzá, és a hangja pedig csak ennyi. Menj közel a csütörtökhöz. Tényleg csöndes, nem?